Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere, akit azért hívtunk meg ma egy stúdió interjúra, hogy áttekintsük a 2014-es esztendő legfontosabb eseményeit, eredményeit. Szeretettel köszöntöm polgármester úr stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta így évvégén meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, köszöntöm önt is és a kedves televízió nézőket is. Minden év végén számot szoktunk arról adni, illetve beszélgetünk arról, hogy az adott esztendő hogyan telt, hogy emlékszik vissza, hogyan indult ez az év, melyek voltak a legfontosabb feladatok, a legfontosabb célkitűzések a város életében. Hát ez az év is nagyon-nagyon gyorsan elrepült, nagyon sok munkával, szorgos, dolgos hétköznapokkal telt el. Tulajdonképpen miután egy szolgáltatás ez a polgármesteri hivatali tevékenység, meg egyáltalán az önkormányzat, így sok pihenés nem volt, meg lazítás az ünnepek után. Egyből belevágtunk a tennivalókba, és miután a ciklus utolsó évét kezdtük el, természetesen arra törekedtünk, hogy azokat a programokat, azokat a terveket befejezzük, amiket elterveztünk még 2010-ben, és hát ez bizony sok munkával, sok fáradtsággal járt, egy lendületes év volt. Hogyan értékeli, amiket elkezdtek 2010-ben, ugye voltak célkitűzések, meg tudták-e valósítani maradéktalanul őket, vagy esetleg volt, amin még van mit csiszolni, vagy vannak újabb tervek? Maradéktalanul soha nem lehet elvégezni egyetlen munkát sem, tehát azt nem lehet mondani, hogy minden tökéletesre sikerült, és nem lenne még javítani való. Törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb tervünket, elképzelésünket megvalósítsuk. Természetesen van olyan, például a Kutenúti óvoda, amit nem sikerült befejezni, de nagyon nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy sikerüljön megvalósítani ezt. Rajtunk kívülálló okok nem tették ezt lehetővé. Próbáljuk azoknak a hibáját is kiköszörülni, akik elkövették azt. Még egyszer mondom, nem a hivatalban történtek ezek a dolgok, problémák, hanem más egyéb kívülálló okok. Mondjuk elfogyott a vállalkozónak a pénze, és nem tudta a munkálatokat folytatni, befejezni. De hála jó Istennek van még időnk a befejezésig, egészen pontosan 2015. augusztus végéig kell ezt a munkát elvégezni, be fogjuk fejezni. Tehát minden azért nem tökéletes, de törekedni kell arra, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, és azért azt mondhatom, hogy 95%-ban azokat a terveket, elképzeléseket sikerült megvalósítani, amiket még a ciklus elején elterveztük saját magunknak. Ugye eltelt a 2014-es évből gyakorlatilag 4 hónap, és ugye mozgalmas volt ez az év, ahogy ezt már beszéltük polgármester úrral, hiszen 3 választáson kellett az embereknek voksolni. Az első ilyen választás az a parlamenti választás volt. Hogyan értékeli a parlamenti választások eredményeit, ugye ami városunkra vonatkozik azt a részét, és mennyire fontos az önkormányzatok életében a parlamenti választás? Mind a 3 választás nagyon fontos volt, nem csak a számunkra, hanem az egész ország számára, és valóban kezdődött először a parlamenti országgyűlési választásokkal. Azt látni kell, hogy egymásra épülnek ezek a választások, tehát oda-vissza dolgozik a rendszer. Nyilvánvalóan, hogyha van egy kormány, akkor kell, hogy legyen egy háttere, és a legkisebb hátterek, a legkisebb sejtek, bázisok azok az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok. Tehát úgy teljes a dolog, hogyha a kormány és a településeknek a döntő többsége az hasonló identitású, az ország hasznát ezt szolgálja, mert még egyszer mondom, nyilvánvalóan úgy lehet alulról segíteni a kormányzatot, és a kormányzat is úgy tud könnyebben segíteni a településeknek. Az országgyűlési választásokra visszatérve, nagyon-nagyon örültünk, hogy kiváló eredményt ért el dr. Farkas Sándor miniszter úr, immár sokadik alkalommal. Bíztunk benne, hogy ez így lett. Nem is vetődött fel bennünk, hogy egyáltalán lehet ellenfele. Ettől függetlenül nagyon-nagyon szorgalmasan kellett dolgozni, hogy szép eredményt érjünk el, de a személye
lehetőséget biztosított arra, hogy egy komoly háttérmunkával, egy szervező munkával, egy jó kampánnyal ez az eredmény ki is jöjjön, és hál' Istennek ki is jött, és megszületett az az eredmény, amit vártunk. A parlamenti választások után volt egy lélegzetvételnyi időszak, és utána következett az EU-s választás. Ennek mi a jelentősége ön szerint? Nagyon fontos az ország számára itt is, hogy olyan emberek kerüljenek az Európai Uniós Parlamentbe, akik méltó és igaz módon tudják képviselni az ország érdekeit. Láthattuk a korábbi időszakban, hogy nemhogy az ország javára, hanem inkább ellenére dolgoztak azok nagy többségben, akik kikerültek a parlamentbe, az uniós parlamentbe. Így a feladat adva volt, olyan embereket, a Fidesz jelöltjeit juttassuk be többségben a unió parlamentjébe, akik valóban olyan gondolkodásúak, hogy megvédik az országunkat, az ország érdekeit képviselik, és ez megint visszahat az egész országra és az önkormányzatokra is, hiszen így lehet minél több olyan eredményt kicsikarni az unióból, többlet forrásokat, támogatásokat, ami az ország, így az önkormányzatok javát is segítik, és egyáltalán a munkát könnyebbé és eredményesebbé teszik. Október 12-én pedig következtek a helyhatósági, az önkormányzati választások. Beszéljünk egy picit a kampányról. Milyen volt a kampány, hogyan készültek föl, milyen célkitűzéseik voltak? Hónapokkal korábban a szokásos módon megterveztük a kampányunkat, tehát mi nagyon tudatosan készülünk minden egyes ilyen megmérettetésre. Fel van építve időrendben, hogy mikor mit lépünk, hát ez egy ilyen háttér dolog, de ezt azért csak elárulom a kedves televízió nézőknek, hiszen ezt minden párt így csinálja. Felépítettük, elterveztük, sokat finomítottunk rajta, nyilvánvalóan voltak olyan részek, ami lehetőséget biztosított arra, hogy változtassunk is adott esetben a taktikán. Volt a lényeg, hogy mondjuk az embereknek azt, hogy mi a tervünk, mit szeretnénk megvalósítani, hogyan épülnek egymásra azok a feladatok, célkitűzések, amik már évtizedek óta zajlanak ebben a városban. És úgy tűnik, hogy ez sikerült is, és hát legalábbis az eredmények ezt igazolják. A Fidesz színeiben voltak új képviselőjelöltek. Ketten nem vállalták már tovább a képviselői munkát, így új két jelöltet kellett keresnünk, és sikerült is két olyan embert, Nagyné László Erzsébet, illetve Szepesi Tibor személyében találnunk, akiket úgy ítéltünk meg, hogy méltó módon tudják képviselni azt a vonalat, amit már mi régóta követünk. Olyan emberek, akikre lehet számítani, munkabírásuk hihetetlen nagy, elismert emberek, feltekintenek rájuk, tehát minden olyan adottsággal rendelkeznek, ami a képviselői munkára alkalmassá teszi őket. Az eredmények igazolták is ezt, hiszen ugye ők is nyertek a körzetben, erről majd még egy picit később. Még arra vagyok kíváncsi, hogy az önvéleménye szerint milyen volt a városban a kampányhangulat, a közhangulat, mennyire volt kiélezett a helyzet, történtek esetleg rendbontások, sérelmek értek embereket, hogyan értékeli? Hát én úgy ítélem meg, hogy a vártnál egy picikét szolidabb volt a kampány, ezt lehetett érezni abból, hogy nem volt olyan sok plakát, szórólap, egyáltalán a hangulat sem volt olyan éles, hogy ilyen robbanás hangulatra lehetett volna számítani. Én úgy gondolom, hogy egy viszonylag nyugodt kampányon voltunk túl az önkormányzati kampányt tekintve. Természetesen nagyon odafigyeltünk, hogy mindenféle szabálytalanság azért nehogy előbukkanjon, vagy csalás, hiszen korábbi időszakokban volt erre példa, és erre szerintem mindenki odafigyel, hogy ezt lehetőség szerint, ha felfedez ilyet, akkor ezt nyilvánosságra hozza. Hál' Istennek nem volt erről szó. Egy nyugodt kampány volt, itt az volt a kérdés, hogy ki tudja jobban
meggyőzni az embereket, kinek hisznek jobban, és kit tartanak alkalmasabbnak a város vezetésére, már nem csak a polgármester tekintve, hanem egyáltalán a képviselőtestületet tekintve. Gyakorlatilag ugye harmadik választás volt az önkormányzati ebben az évben, most nem számadatokra gondolok, de a részvételi arány tekintve hogyan értékeli, annyian mentek el, amennyire számítottak, vagy kevesebb volt a kedv, hogyan látja ezt? Az embereknek mennyire volt fontos ez a választás? Én azt szeretném elhinni, hogy az embereknek nagyon fontos, hiszen az önkormányzati választás az itt élők számára a legfontosabb kell, hogy legyen, hiszen a saját életükről döntenek. Persze ugyanígy az országgyűlés, illetve az uniós választásnál hasonlóképpen, csak az kevésbé érzékelhető. Itt könnyebben megfogható a dolog, mert itt nap mint nap találkoznak a képviselőkkel, a polgármesterrel, van lehetőség az utcán megállítani, úton útfélen beszélni vele. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos kell, hogy legyen mindenki számára az, hogy kik vannak a képviselőtestületben. Nyilvánvaló volt, hogy a harmadik választáskor már azért a kedv nem lesz akkora, mint amekkorát, tehát nem lesz egy nagy durranás, nem lesz egy egetrengető részvételi szám. Ettől függetlenül itt Karcagon az átlagnál jobb volt az érdeklődés, nagyobb százalékban mentek el az emberek, de legalább országos szintű volt. Nyilvánvalóan mi sem vagyunk az országon kívül, mi is ugyanúgy tudunk teljesíteni, mint az ország nagy többsége, már legalábbis érdeklődést tekintve. Arra vagyok most kíváncsi, és ez egy picit kulisszatitoknak minősülhet, hogy hogyan töltötte az október 12-ét. Ugye az új képviselők már voltak nálunk interjún, ők elmondták, hogy izgultak, járták a szavazóköröket, beszélgettek emberekkel, ugye nem állt meg a munka aznapra sem. Ön hogyan töltötte az október 12-ét? Hát nyilvánvalóan nem egy átlagos vasárnap volt. Az emberben ilyenkor van izgalom, feszültség, ez szerintem természetes, mint egy akármilyen más megmérettetésen. De ettől függetlenül hasonló volt azért a hétvége, mint máskor. Természetesen én is voltam szavazó körben, hiszen én magam is szavaztam. Nem jártam végig az egészet, nem is tartottam volna etikusnak, bevallom őszintén, de a városban azért jöttem, mentem, én magam is figyeltem, hogy nincs-e valamilyen szabálytalanság, és kíváncsi voltam arra is valóban, hogy mekkora mozgás, mekkora az érdeklődés. Nem egy ellenfele volt. Erről mi a véleménye, hogy örült annak, hogy többen indultak a polgármesteri posztért, ezt hogyan látja? Örültem, igen, hogy két ellenfél is volt. Hogyha több lett volna, akkor sem bánkódtam volna, hiszen így még inkább legitimnek érzem azt, hogyha valakit megválasztanak, a több jelölt közül választják meg. Egy csöppet sem bánkódtam. Nyilvánvalóan mindenkinek megvan a lehetősége, hogyha megfelelő számú ajánlást be tud szerezni, hogy induljon a polgármesteri posztért. A demokráciában ez már csak így van. Aztán eljött a 12-én az este 9-10-11 óra, és jöttek folyamatosan az eredmények. Ön nyerte meg a polgármester választást, mégpedig nagy fölénnyel, ehhez ezúton is szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. És most arra lennék kíváncsi, hogy amikor megtudta az eredményt, akkor mire gondolt, milyen feladatokat tartott akkor fontosnak a jövőre vonatkozóan, milyen elképzelései voltak? Hát az elképzelések azok már megvoltak korábban, tehát ilyenkor az ember azért nem azzal foglalkozik rögtön, hogy hogy lesz a következő 5 év, hiszen az már valamilyen formában a fejében, az agyában ki kellett, hogy alakuljon, hiszen a programot is azt szerint állítottuk össze, én magam is a polgármesteri irányvonalt e szerint szabtam meg, és tudatosítottam, illetve közöltem ezt a szórólapon, újságon keresztül a lakosság számára. Hát abban a pillanatban ez nem úgy van, hogy rögtön megtudja az ember, hogy milyen eredményt ért el, folyamatosan érkeznek az eredmények, és az egyik képviselőtől, a másik képviselőtől, ott nagyon örültünk mindenkinek az eredményének természetesen, úgyhogy egyszer csak
a pontos időt már nem is tudom megmondani, hogy mikor jött a hír, hogy megvan a végeredmény. Természetesen nagyon boldogok voltunk, tudunk örülni egymás sikerének, bármilyen furcsán is hangzik ez a mai elhidegült világban. Mi drukkoltunk, szurkoltunk egymásnak, hiszen dolgoztunk is egymásért kőkeményen a kampányidőszakban, és minden egyes eredmény fontos volt számunkra. Ugye minden körzetben a Fidesz jelöltjei nyerték meg a szavazást. Ön szerint ez mit igazol? Igazolja az elmúlt évek, évtizedek munkáját ez az eredmény? Hogyan látja? Hát nagyon igazolja. Tehát a legnagyobb boldogság az tulajdonképpen, hogyha azt látja az ember, hogy nem hiába dolgozik, mert azért azt kell mondjam, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy ez egy valami olyan könnyedebb élet, erről szó nincs. Nagyon-nagyon sokat kell dolgozni a képviselőknek, az alpolgármestereknek, a polgármesternek. Hát itt 10 órás munka ez, tehát még lehet, hogy több, és nincs gyakorlatilag hétvége szinte sohasem. Nagyon kemény munka, és azt láttam igazolva, hogy az emberek ezt elismerték, az eredményeket megbecsülték, és tudják, hogy ennyit lehetett körülbelül kihozni a lehetőségek tárházából. Ugye megalakult utána az új képviselőtestület, vannak új képviselők a Fideszből is, illetve a listás képviselők között is, illetve van egy régi újja dr. Kovács László személyében. Hogyan kezdődött el a közös munka, hogyan látja, mennyire csiszolódott össze a képviselőtestület? Nagyon ünnepélyesen kezdődött, hát egy alakülülés az mindig nagyon ünnepélyes, akkor kell letenni az esküt, ez egy emelkedett hangulatot eredményez, meg úgy nagyon szépre is sikerült, nagyon jól volt megszervezve az egész. Hát és utána valóban kezdődtek azok a munkálatok a bizottságokban, a testületüléseken, ami már a szürke hétköznapokat vetítette elénk, úgymond szürke hétköznapokat. Összecsiszolódik ez a testület. Hát a bekerülő fideszes képviselők közül azért Nagyné László Erzsébet több mint 2 évtizedig dolgozott az önkormányzatnál, neki sok újdonságot nem jelenthetett ez. Szepesi Tibor igazán közéleti ember, úgyhogy ő nem fog megijedni egyetlen feladattól sem. Neki sem volt újdonság közönség előtt megnyilvánulni, és olyan, aki el is mondja a véleményét. Gyakorlatilag egyetlen egy olyan ember van, a Jobbik fiatal képviselője, Nagy János, aki még nem kerülhetett ilyen helyzetbe, nem volt ilyen helyzetbe, de biztos vagyok abban, hogy ő is, legalábbis a tapasztalat is ezt mutatja, hogy be fog tudni állni a munkába, és remélem, hogy közösen gondolkodva a városért, a városban élőkért fogunk tudni együtt dolgozni. A választásokkal összefüggésben ugye megyei képviselőket is választottunk. Kovács Sándor személyében ismét egy karcagi lett a megyei közgyűlés elnöke, ugye már az előző ciklusban is ő volt. Ő azóta le is mondott itthon a képviselői mandátumáról, hiszen a kettő összeegyeztethetetlen. Most arra vagyok kíváncsi, ugye ön is megyei önkormányzati képviselő, hogyan dolgoznak együtt a megye városai, a megye települései, milyen irányvonalon? A megyeinek a szerepe nagyban megváltozott. Ezt még sokaknak tanulni kell, főleg azoknak, akik most kerültek be a megyei közgyűlésbe. Ott is egy nagyon komoly létszámcsökkentés volt, hiszen valamikor még én 98 óta vagyok megyei közgyűlési tag, akkor még 40 fős volt a megyei testület, most már 20 alá zsugorodott, és amint említettem, megváltozott a feladata is. Területfejlesztési feladatokat kell, hogy ellásson a megye. Korábban inkább intézményi fenntartóként működött, és a fejlesztések kevésbé voltak szem előtt. Tehát egy új feladat, egy új kihívás vár a közgyűlésre, a megyei közgyűlésre. És hát ez nagyon fontos, hiszen döntően befolyásolhatja a megye településének az életét. Igazándiból
egy olyan szűrő, a megyerendszer, ami már a településekhez irányíthatja a különböző fejlesztési pénzeket, és hát ez a városok, falvaknak a fejlődését nagyban segítheti. Ezen kell dolgozni ott mindenkinek. Természetesen ott azért színesebb a paletta, mert nem van Fidesz csoport, Jobbik, MSZP, DK-s, úgyhogy a munkát nem könnyű összehangolni. Természetesen elnök úr minden erejét, tudását, tapasztalatát latba veti, és biztos vagyok abban, hogy eredményesen fogja ezt tenni, mint ahogy eddig is tette, hogy a munka gördülékeny legyen. Térjünk vissza most ismét Karcagra. Ugye folytak a már korábbi években megkezdett beruházások itt a városban, és most egy új pályázat indult el. Ezzel kapcsolatban mit lehet tudnunk? Lehet látni munkásokat a Dérinék környékén, illetve a Városházánál. Nagy munkában vannak. Igen, valóban, hát régi vágyunk volt már az, hogy azokat az épületeket, ami meghatározó látképe is akár a településünknek, így a Városháza, a Dérinének a felújítása megtörténjen, és hát egy sikeres pályázat után valóban elkezdődtek a munkálatok. És nagyon boldog vagyok, mert az időjárás engedi, hogy ezerrel tudjanak dolgozni, és teszik is ezt, szépen haladnak, mindenki láthatja, és biztos vagyok abban, hogy mind a két épület nagyon szép lesz, nagyon praktikus lesz mindannyiunk örömére. Azt mondják, hogy a Városházában még lift is lesz. Ez így van, a belső udvarról már a liftakna el is készült, de nagyon sok minden fog megújulni, és én úgy gondolom, hogy már így a munkálatok alatt is lehet látni, hogy az egész épület egy nagyon szép, pompázatos látványossága lesz Karcagnak. Ha jól tudom, akkor a piaszcsarnok is kapcsolódott ebbe a pályázatba. Mit lehet tudni, ugye most az időjárás kegyes hozzánk, tehát haladnak a munkálatokkal, körülbelül mikor lehet ennek a vége? Miután ugyanaz az a cég vállalta, illetve nyerte el a mind a három objektumnak a felújítását, így azért be kell osztani az erejüket, meg nagyon-nagyon figyelembe vettük azt, hogy lehetőség szerint ne azokat az időszakokat használják a felújításra, amikor egyébként is nagy a vásárló forgalom, hát itt a piaszcsarnokra gondolok, tehát majd az az időszak lesz a munka kezdésének az időpontja, amikor az emberek kevésbé járnak a piacon. Nyilván ilyen sosincsen, amikor senki nem megy, de lehetőség szerint azt az időszakot céloztuk meg, amikor a legkevésbé sérülnek a vásárlók és a kereskedőknek a érdekei. Tehát magyarul január vége, február lesz az, amikor elkezdődnek ott a munkálatok. Hogyan látja azt, polgármester úr, ugye rendezvények tekintetében nem szűkölködtünk az idén sem. Már így egy picit, ha ugye még ilyenkor nincs meg a jövő évi költségvetés, de mire számíthatnak a városlakók, hogy ugyanilyen bő programkínálattal várják majd őket a jövő évi rendezvényekre, vagy van esetleg olyan, hogy kikerülhet rendezvény a már megszokott menetből az év során? Hát az alaprendezvények ugyanazok lesznek természetesen. Ott a rendezvényeken belül próbálunk mindig újítani, változtatni. Nagyon kreatív csapat van a Dérinében, és ők meg tudják oldani ezt a feladatot. Az természetes, hogy mindig jönnek új rendezvények is, és vannak olyanok, ami esetleg már érezhetően egy picikét megkopott, azokat le fogjuk cserélni. Még ez pontosan nem állt össze, de dolgozunk rajta. Egy biztos, hogy nagyon gazdag programkínálattal fogunk ismételten előrukkolni, úgyhogy aki kikapcsolódásra vágyik itt Karcagon, biztos vagyok abban, hogy meg fogja találni a megfelelő programokat a következő esztendőben is. Gazdasági szempontból hogyan teljesített a város 2014-ben, és mi várható jövőre? Éppen a tegnapi napon volt az utolsó testületi ülésünk, ahol az első háromnegyed év költségvetését elemeztük, és teljesen rendbe találta a képviselőtestület ezt a teljesítést, mind bevétel, mind a kiadási oldalon. Egyensúlyban vagyunk, és ez a legfontosabb, és a következő éveknek is ez lesz a feladata, hogy a gazdasági stabilitás megmaradjon. Mi akkor a
a jövőről beszélünk, mik a legfontosabb feladatok, célkitűzések? Hát akkor ezt már említettem, tehát azért a kasszának mindig rendbe kell lenni ahhoz, hogy... Magyarra lefordítva. Így van, hogy lehessen egyáltalán tervezgetni, meg dolgozni. Hát ezen túl a legfontosabb, amit a választási ígéreteinkben is kiemeltünk, mégpedig lenne az, hogy folyamatos munkahelyteremtés, az infrastruktúráknak a folyamatos javítása, különböző vállalkozásoknak a idehozatala, az itt lévőknek a további segítése, ez mind olyan dolog, ami az alapjait jelenti a városban lakók életének a javítására. Kívánom, hogy megkívánjuk, hogy ezek a célkitűzések teljesüljenek. Mit kíván az új esztendőre, polgármester úr? Hát nagyon sok mindent lehetne kívánni, de így általánoságban azért azt tudom, azt kívánom, hogy a képviselőtestületben, az önkormányzatnál, az intézményeknél folyjon egy nagyon nyugodt munka, egymás segítő munka, és olyan, ami sikereket biztosít mindenki, mindannyiunk számára. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk az évvégi nagy interjúnkra. Kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget, és én is önnek is, és a kedves televízió nézőknek is természetesen áldott karácsonyt, nagy békességet és boldog sikerekben gazdag új esztendőt kívánok, és nagyon-nagyon jó egészséget mindenkinek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.